Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Isten igéjét, amint az megírva található Péter második levelében, az első fejezetben, a 16-tól a 21. versig a következőben. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, mi hallottuk ezt a mennygörgyöt szózatot, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és fel kell a hajnal csillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Urunk, szentelj meg igéddel! A te igéd igazság! Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban! Missziói nap lévén talán elszabad mondani azt, hogy tegnap előtt az Árdócskörtöki istentiszteleten egyik társegyházközségünkben az istentisztelet előtt éppen arról beszélgettünk, hogy mivel lehetne hívogatni azokat az embereket, akik még nincsenek itt az istentiszteleten. Nagyon sok emberi okosság után, idézőjelben okosság után valaki azt mondta, hogy először is adjunk hálát azért, hogy mi itt lehetünk. Hogyha bár nem vagyunk különbek, mint azok, mégis Isten idehívott bennünket, és tudhatjuk azt, és átélhetjük újra és újra, hogy az erőforrás a mi számunkra az Isten igéje. Én azt mondom, hogy mi is először adjunk hálát azért, hogyha bár nem vagyunk különbek, mint azok, akik valamiért most nincsenek, vagy nem lehetnek itt, mégis Isten úgy intézte, hogy itt lehetünk az ő szava körül, az ő erőforrása körül. Adjunk hálát el. És ezzel, hogy hálátunk érte, hogy itt vagyunk, már bele is csöppentünk a mostani ige szívek közepébe, mert maga Péter apostol is tulajdonképpen hálát ad azért, hogy Jézussal ott lehetett azon a bizonyos Szent Hegyen. Jézus megdicsőülését átélve. És most már tudja, amikor ezeket a szavakat leírja, már tisztában van vele, hogy nem azért volt ő ott, mert ő bátrabb, vagy erősebb, vagy több volt a többi tanítványánál, mert láttuk azt, hogy Jézus Krisztus belevitte Pétert abba a szent bűnbe, hogy megtagadta őt. Megmutatta neki azt, hogy mennyire elég az ő hatalmas ereje, az ő hatalmas szája erre, hogy egy szolgálólány szavára is rögtön megtagadja mesterét és urát. És ezt követően, miután Jézus újra tanítványává fogadja és újra megszólítja, írja ezt, hogy jól teszitek, hogyha a prófétai szóra figyeltek, mert mi megtapasztaltuk ott a Szent Hegyen, mert mi együtt voltunk vele. Egy gyáva és két karrierista tanítvány. Őket vitte föl Jézus a Szent Hegyre. Miért? Mert nekik volt rá leginkább szükség, hogy később, Jézus feltámadása után legyen mire visszagondolni és alapozni azt, amit aztán tovább fognak adni az embereknek. Mi most azért vagyunk itt, mert nekünk van szükségünk arra, hogy itt legyünk, hogy aztán legyen miről szólnunk a többi embernek, hogyha innen hazamegyünk. És mit mond Péter?
Azt mondja, mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését. Nem kitalált meséket követve. Kedves testvérek, tudjuk azt, hogy mi világban kitalált meséket követve élünk. Nagyon gyakran. Kitalált mesék között élünk. Ezt szépen úgy hívják, hogy marketing. Kitalált mesék. Az, hogy valami jó, vagy valamire szükségünk van, vagy valamit meg kell vásárolnunk, tehát mind kitalált mesék. Nem jó, nincs rá szükségünk, de erről szólnak a kitalált mesék, hogy nekünk erre minden szükségünk van. Azon kívül maga a szó is, amely a reformáció korában olyan hatalmas erővel söpört végig az egész keresztény Európán, amely hordozta az Isten igéjét, most, bocsánat a kifejezésért, leginkább süket dumává vált. Olyan hatalmas szóáradatban élünk, amely már próbálja elfedni és magával bekeverni az igazi, szent beszédet, az igazságot. Mert amit hallunk a világban, az legfőjebb a valóságról szól. Általában arról sem. De az igazság az itt van, amiről Péter beszél. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, azaz küldetésének célját, erejét, hűvét, amit értünk végzett, és személyét, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségére. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi hallottuk ezt a mennyből jött szózatot, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpása, amíg felvirrad a nap és fel kell a hajnal csillag szívetekbe. Most kezdjük a végéről. Azt mondja Péter, hogy jól teszitek, hogyha a prófétai beszédbe figyeltek, amíg a sötétségben vagytok, vagyunk. Mi a prófétai beszéd? A próféta mindig azt mondja, ami nem látható. Mert ami látható, azt nem kell mondani, azt mindenki látja, az mindenki számára jobb esetben egyértelmű. A próféta azt mondja, ami nem látható. Tehát mi kapcsolódik hozzá a prófétai beszédhez? A hit. Hiszen tudjuk azt, hogy a hit a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok felől való meggyőződés. Ahogyan kimondja ugye a zsidókhoz írt levél. Tehát a prófétai beszédhez a részünkről a hit tartozik hozzá. És hol lesz mindennek a beteljesülése? Hogyan működik mindez? Sokszor azt gondoljuk, hogy lássunk, utána hiszünk. Azonban Isten megteheti, hogy így történjen. Én nem szabhatok határt Istennek, hogy ő hogyan intézze egyes emberek életében. De mégis, ha a Szentírásra figyelünk, az igazi hit úgy zajlik, hogy előbb a hit, utána a látás. Előbb bízunk abban, ami ide van írva, és utána meglátjuk ennek igazságát. És nem fordítva. Jól teszitek, hogy a prófétai beszédre figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és fel kell a hajnal csillag szívetekben. Tudjuk azt, hogy a nap is, a nap felkelte is, és a hajnal csillag és Krisztus szimbólum. Ő maga mondja azt, hogy én vagyok az a bizonyos hajnal csillag. A hagyományos ember még tudta azt, hogy mit jelent a nap felkelte. Mi már a közvilágítás világában élő emberek nem mindig értjük és tudjuk, hogy mi az a bizonyos nap felkelte. Napfölkelte az, amikor az ember átéli annak a csodáját, hogy amit korábban nem látott, azt most látja. Amitől korábban talán félt, azt most a legszebbnek látja. Amit korábban legfeljebb feketének vagy szürkének látott,
azt most gyönyörű színekben pompázva látja, tehát meglátja mindennek a valóságát és igazságát. Ez a nap felkelte. Mikor fog ez eljönni? Amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségben visszajön. Akkor látjuk meg majd mindennek az igazi szépségét, teljességét és igazi valóságát. Addig nem marad más, mint az abból a bizonyos hajnalcsillagból, annak fényéből és tüzéből meggyújtott lámpás. Ez az Isten szava. De van még egy érdekes gondolat ezzel kapcsolatban. Luther fogalmaz úgy, hogy a hitnek van nappala és van éjszakája. A hit nappala a cselekedet. Mert tudjuk azt, hogy a hit a cselekedetekben, a tettekben valósul meg. Amikor az ember azt érzi, hogy most minden rendben van, a helyemen vagyok, minden megy, minden jól van. Ezért hálát az Istennek. Ez a hit nappala. De van a hitnek éjszakája is. Amikor az ember azt érzi és azt éli át, hogy most semmi nem megy. Most semmi nem úgy van, ahogyan úgy gondolom, hogy jó lenne. Most semmi nem működik, úgy érzem, hogy kiástam a kegyelem állapotából. Rettenetes ez az állapot. És akkor mit mond Péter? A sötétben figyeljetek, mint világító lámpásra a prófétai beszédre. Azaz arra, amely az Isten szeretetéről szól, mert hogyha arra figyelünk, akkor egyrészt mindig lesz reménységünk, másrészt pedig be is fog bizonyosodni a reménységünk. Ahogyan Péter számára is valóságá vált, aki nem csak szem és fültanú volt, hanem tudjuk a végén vértanúja is annak, amiről szólt. Most pedig érjünk el ennek a hatalmas igének a szíve közepéig. Azt mondja Luther, hogy a hit beteljesülése a szeretet. És mit mond az istenetlenség ott a Szent hegyen? Azt mondja Jézusra nézve, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködök. Azaz kifejezi, kijelenti a Szent Háromság szíve közepét, a szeretetet. Amikor az Atya kifejezi a szeretetét a fiú iránt. Erre volt szüksége ott és akkor annak a három tanítványnak, hogy ezt tudják továbbadni. Hogyan tudják továbbadni? Úgy, hogy maga Jézus Krisztus adja tovább. Amikor majd fogunk részesülni az Úr Szent vacsorájában, és halljuk azt, hogy ez az én testem, amely értetek aratott, és ez az én vérem, amely értetek ontatott ki, akkor gondoljunk arra, hogy ezt ő mondja, akire az Atya azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködök. Azaz, ő maga saját magát adja értünk a kereszten, és szétosztja értünk most, az Úr Szent vacsorájában, hogy mi is átéljük a Szent Háromság lényegét, a szeretetet, a hit megvalósulását, a hit következményét és kiteljesülését. Gondoljunk erre, amikor az Úr Szent vacsorájában részesülünk, hogy nem csak Péter, Jakab és János voltak a Szent hegyen Jézussal, hanem bizony ahányszor szól a róla szóló beszéd, annyiszor mi is ott vagyunk azon a bizonyos Szent hegyen. És minket is bevon az Isten szeretetébe. Amen.